Mit is jelent a karbonsemlegesség, és vajon milyen változások szükségesek egy vállalkozás életében, hogy csökkenjen a széndiokszid kibocsátás? Mennyiben jelenthet megoldást a klímaváltozás negatív következményeinek csökkentésére a karbonadó bevezetése? A kérdésekre most megtudhatjuk a válaszokat is, hiszen a stúdióban köszöntöm a Ne Bánt az Erdőt Egyesület elnökét, Pallang Zsuzsanát üdvözöllek! Én is üdvözöllek, és a hallgatókat is. Valamint ugyancsak az Egyesület képviseletében van itt velünk is Gyula István, aki a marketing vezetője a Nebáns az Erdőt Egyesületnek. Üdvözöllek téged is. Köszöntelek, és a hallgatókat is. Azt hiszem, hogy talán az első kérdéssel kezdhetnénk is, hiszen fontos tisztába tennünk a fogalmakat, hogy mit is jelent a karbonsemlegesség. Nagyon sokat beszélünk róla a klímaváltozás jegyében, rengetegszer feljön úgymond ez a téma, de lehet, hogy azért sokan nem látják ennek a az összefüggéseit, és nem látják ennek akár a következményeit. Melyik kötöknek adhatom a szót, Zsuzsa? Szerintem teljesen szinkronban mozgunk Gyulával, és hajlamosak vagyunk egy szájából is kivenni a szót. Igen, nagyon még a, úgy látjuk, hogy az alapoknál mozgunk, és nagyon jó a, a, a kérdés. A karbonsemlegesség útjára kellett volna lépnünk már 25 évvel ezelőtt. Rá is léptünk ugye Kiotó óta, Kiotói Egyezmény óta, de Isten igazából mind a mai napig érdemi munka nem nagyon történt. És valóban itt vagyunk már a, a finisben, és van 25 évünk ahhoz, hogy karbonsemlegessé váljunk. Tehát a kibocsájtott széndiokszid mennyiséget kompenzálni kell vagy zöld projektekkel, vagy zöld technológiákkal. Ehhez járulunk mi is effektíve hozzá, tehát a munkánknak az alapját az képezi, hogy segíteni tudjuk mind a lakosságot, mind a vállalatot a kibocsátott széndiokszid mennyiségük kompenzálására. Tehát kompenzálnunk kell, amit kibocsátunk, az kompenzálni kell. Mivel bocsájtunk ki széndiokszidot? Tehát mik azok a tevékenységek, amikkel ezt gyakorlatilag a környezetet terheljük ezzel? lényegében az komplet életünk a szén-dioxid kibocsátás környékén mozog. Energiát használunk, energiát állítunk elő. Ezeknek ugye számos része van, egy része környezetterhelő, tehát széndiokszid termelő, más úgynevezett zöld energia. De ugyanígy környezetterhelő, széndiokszid termelő megoldás a közlekedés, olyan szempontból a különböző termékek gyártása és maga az ipar, de ugyanúgy a lakosság hétköznapi életében is számtalan tevékenység van, ami szén-dioxid kibocsátással jár. Az elmúlt időszakban technológiailag nagyon sok fejlesztés ment, hála istennek végbe, ami ennek a mennyiségnek a csökkentésére hivatott szolgálni, de a karbonsemlegességet pusztán azzal elérni, hogy a kibocsátást lenullázzuk, ez a lehetetlen kategória. Itt jön szerepet, itt játszik szerepet azon karbon megkötő projektek, ami a kompenzációban tudnak segítségre, segítségünkre lenni. Itt vannak technologizált, technológia alapú megoldások, és a természet által évezetek alatt kialakított olyan megoldások, amit tömegesen és tartósan tudnak széndiokszidot elnyelni. És azt hiszem, hogy most érkeztünk el abba a helyzetbe, vagy arra a pillanatra, amikor is a Nebáncs az Erdőt Egyesület tevékenységét fogjuk tudni bemutatni, hiszen ha jól tudom, a Soproni Egyetemmel együttműködve gyakorlatilag egy olyan rendszert dolgoztatok ki, ami a kibocsátástól egészen a megoldásig javaslatokig mindenféle területen próbál segíteni. Miért tartottátok ezt fontosnak egyáltalán az Egyesületet létrehozni? Zsuzsa? A munkám során ö, kerültem ö, kapcsolatba, vagy ismertem meg azt a fafajtát, ami aztán az egyik kulcs szerepe, kulcsszerepet játszik a, az Egyesületünk életébe és kronológiaileg ez úgy először, hogy megismertem a növényt, azt, azt tudni kell, hogy én, én nem vagyok ö, 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 klímatudós, nincsenek ilyen szakirányú végzettségeim, én egy ember vagyok a tömegből akinek ez a, a klímaváltozás és az ehhez kapcsolódó téma, ez érzelmileg is nagyon megérintett, és csak azt láttam, hogy, hogy mennyire csodálatos és a maga nemébe fantasztikus ez a növény. És elkezdett a, elkezdődött a gondol, tehát elindultak a gondolatok, hogy mit lehetne ebből csinálni, milyen formába lehetne ebből bármit is csinálni. Kedves barátom mondta, hogy nem az az okos ember, nem csak az az okos ember, aki mindent tud, hanem aki tudja, hogy kitől kérdezzem. És én elkezdtem Elkezdtem kérdezni, és elkezdtem összegyűjteni magam köré azokat a szakembereket, akik viszont már valóban ehhez a témához igazából hozzá tudtak szólni. És a legfőbb társam és partnerem ebbe a egyébként a kialakult projektbe az a mellettem ülő kisgyula István, ugyanis a Hartsing Green névre hallgató vállalati zöld programunk az kettőnk gyermeke, <laughs> tehát kettőnk agyszüleménye, és igazából egy tém munka volt. Pontosan azért, mert azt láttuk, hogy valamit csinálni kellene, hogy lehetne, hogy lehetne valóban cselekedni. Egyrészt ott van a lakosságnak a szerepe, de nem nagyon foglalkozunk vele. Tehát egyelőre még így skipeljük ezt a, ezt a ö, történetet, és ott van a vállalatoknak a felelőssége, és a lakosság részről mi szeretjük azt mondani, hogy Jó, Jó, de én olyan kis kibocsátó vagyok, hát inkább a cégek. Mm -hmm ez nem teljesen így van. Rossz hír, ez nem teljesen így van. Viszont két oldalról kezdtük el, meg, tehát mind a két oldalról kezdtük megközelíteni ezt a problémát, ezt a helyzetet, és igyekeztünk egy, egy komplex megoldást találni. Így, amikor a félúton jártunk, akkor mutattuk meg a projektünket a Soprani Egyetem egy-két neves tagjának, és annyira tetszett nekik az egész projekt, tehát olyan szinten magukénak érezték ők is, hogy megindult velük tényleg egy együtt gondolkodás, aminek az eredménye egy környezetudatossági auditrendszer lett. Mert hogy akarok változtatni, ha nem tudom mérni? Hogy mi az origó? Honnan indulok el? Mi, mihez képest javítottam? Hogy tudom igazolni, hogy, hogy, javítottam? Na, ennek az alapja az, az audit és nagyon komplex, és egyébként, egyébként erről órákig tudnánk beszélgetni, úgyhogy csak csinálnak a kérdésekkel, mert válaszolunk. <laughs> Tehát egy komplex rendszert hoztunk létre, ami magába foglalja mind a lakosság, mind a vállalatnak, és a lehetséges velünk való együttműködését, és valódi hatékony megoldások. Ez nagyon fontos. Ennek is természetesen majd kibontjuk a részleteit. Óráink nincsenek, viszont azért van bőven időnk még ebben az órában, hogy megismerjünk titeket, és megismerjük eleve ezt a lehetőséget. Viszont említetted ugye, hogy sokszor mutogatunk akár kisemberként a nagyvállalatokra, de abban talán megegyezhetünk, hogy egy drasztikusabb előrelépés csak úgy hozható, hogyha ténylegesen a vállalatok is, a nagy cégek is kiveszik a szerepüket ebben a környezetkímélésben és környezetvédelemben, amiben talán most már egyfajta változás látható a társadalom tekintetében, hogyha egy kicsit körbenézünk. Mit szólsz ehhez? Abszolút igaz, és én ezt a kérdést onnan közelíteném meg, hogy alapjában véve, amikor vállalatokról, meg társadalomról beszélgetünk, alapjában, hogy mindent emberek alkotnak. Uh -huh. Tehát akármennyire is a vállalatokra próbálunk mutatni, és és azt mondjuk, hogy ez egy társadalmi probléma, az emberi döntések alapján működik. Bizonyos emberi döntések egy céges környezetben születnek, meg egy vállalati kultúra beépített elemeként, bizonyos döntések pedig privát életünket befolyásolják. Kérdések. Alapjában véve, amikor, amikor ezt a projektet összegyúrni, és a célunk az, a klímavédelem mellett egy olyan területnek a védelme, ami igencsak megérdemli a védelmet, ez pedig a hazai vegyes erdőségek, illetve az eleve a vegyes erdőségeknek a védelme. Ugyanis a széndiokszid megkötésben egy hatalmas szerepük volt, egy hatalmas szerepük van, és egy hatalmas szerepük lesz a jövőben is. A vegyes erdőségeknek. Csak az ő rájuk nehezedő kitermelési ténz, kényszer a különböző gazdasági nyomások, ez értelemszerűen az ő életterüket is folyamatosan szűkíti be. Visszakanyarodva a kérdésre, hogy a vállalatok esetében ez, ez hogyan miként jelenik meg rengeteg fejlődés ment, leginkább technikai szinten és bizonyos szinten szemléleti szinten is megindult a fejlődés és a szemléletváltás a cégvezetőkben, ezáltal a cégekben is, ugyanis azok a mondatok, hogy klímaváltozás és azoknak a hatásai sokáig papírra leírt, illetve diagramokban előre vetített jövőkép volt, és egy picikét visszatekintünk csak az elmúlt pár hónap történésére, és csak ebben a picikis rántott húsformájú formájú picikis országunkba, akkor a saját bőrünkön is megtapasztaltuk, és hirtelen szerintem szembesültek az emberek avval az információval, hogy miről is beszélgetünk. Ha egy kicsikét nagyobb fókuszban veszük ezt a figyelmet, akkor azok a természeti jelenségek, azok a nagyon nagy drasztikus változások, amik bekövetkeztek itt az elmúlt időszakban, felhívták arra a figyelmet, hogy valami nem úgy történik, mint ahogy eddig szokott. És akkor szerintem itt elértünk addig a pontig, hogyha valami nem úgy történt, és nem abba az irányba halad, amit szeretnénk, akkor tenni kéne, és tenni is lehet valamit. Hála Isten, sok olyan vállalkozás van már az országban, itt, a Magyarországon is, aki ezt nagyon fontosnak tartja. Egyre többen tapasztalják, pont majd reggel olvastam egy cikket, egy, egy nemzetközi pénzügyi szolgáltató csinált egy nagyon nagy globális tesztet annak tekintetében, hogy hogyan miként vélekednek a vállalkozások, vállalatvezetők a környezethatóság kapcsán. Elindult a folyamat. Egyelőre sok esetben még olyan szinten, hogy lekapcsoljuk a villanyt, lejjebb a fűtést, ennek egyrészt energetikai kérdés, ami most megint csak kitüremkedő kérdés, de másrészt a környezet szempontjából is, illetve újrahasznosított anyagokat használunk, nekiállunk kicsikét gondolkodni az elektromobilitás irányába, ami megint megosztó kérdés, de elindultak a gondolkodások, és a gondolkodások tetteket szültek, és mi ezeket a tetteket szeretnénk könnyebbé megtehetővé és érthetőbbé tenni, hogy lehetőleg, ha már lépünk, és valamit teszünk, azt a jó irányba tegyük. Inkább lépjünk több picit, aprót de haladjunk abba az irányba, ami közösen a közös célunk szempontjából fontos. Nagyon jó, hogy említetted ezeket a változásokat az életünkben, ami tényleg szerintem egyfajta kényszerként is itt van most, akár ugye, hogyha az energiaválságról beszélgetünk, aminek lehet egy pozitív hozadéka azt, hogy kicsit jobban odafigyelünk tényleg az energiafelhasználásra, és kicsit tudatosabbak kell válnunk, nem csak a családok, hanem akár a vállalatok szintjén is. Viszont szerintetek a karbonadó az szükséges lesz annak a bevezetése, és ugye egyes országokban már ezzel kacérkodnak ezzel a lehetőséggel, tehát hogy kell ahhoz, hogy elinduljon egy drasztikusabb váltás a vállalkozások életében, vagy pedig ezek a folyamatok, ezek a hatások, amik érnek minket, ezek el tudják vinni az embereket arra a szintre, hogy lássák azt, hogy mondjuk tényleg azok a környezeti változások, amiket saját bőrünkön is tapasztalunk most már, és nem csak a tőlünk távol álló tengerekről beszélgetünk és a szeméthegyekről, hanem ténylegesen érzékeljük is, hogy ez tud elhozni egyfajta változást, vagy kellenek akár az ilyen szankciók. Zsuzsa? Um, <köhem> Én nagyon bízom az emberiségbe, de erre, erre a kérdésre részemről egy határozott nem a válasz, tehát nem elég. Tehát amíg nem érezzük, hogy nagyon fáj, addig nem lépünk, addig maszatolunk, addig addig várunk, hogy majd, majd valaki megoldja. Viszont a szankciók vannak, és érezzük a saját bőrünkön, tehát jelen esetben karbonadó, akkor, akkor, hirtelen, mivel a saját bőrünkön érezzük, ezért tudatosabbá válunk. Ugye, hogy, hogy ezt milyen formában fogják a magánszférába bevezetni, ezt még nem lehet tudni, de ha mondjuk veszünk egy át, hogy, hogy, valami alapján, tehát értelemszerűen valószínűleg mérni fogják, és lesz rá kivetett adó, de igazoltan tudjuk, a, igazolni tudjuk a kompenzációnkat, tehát a ki nem bocsátásunkat abban a pillanatban az ember tudatosabbá válik, tudatosabban kezd el vásárolni, tudatosabban uh, mindélemiszert csak annyit mutattam, bocsánat, megzakasztottam a beszélgetést, próbáltam finoman egy nagyon picit hátra, igen, pont a mikrofont érzékeli a, a cipzárodat, bocsánat, hogy megszakítottam a beszélgetést. Szóval az, azt gondolom, hogy igen, tehát szankciók bevezetésével könnyebben tudjuk az embereket irányba terelni, vagyis minket könnyebben terelnek irányba, mert az, hogy eddig nem voltak szankciók, itt vagyunk fél időben, és nem történt semmi holott erről azért lehetett tudni, és sőt, még cáfoltuk, hogy hát nem is, nem is rajtunk múlik. Tehát, ha nincs szankció, nincs cselekvés, sajnos. Ha szankcionálnak minket, akkor cselekszünk, mert akkor. az már fáj. Igen, azt hiszem, hogy ez egy kis jövőkép, viszont olyan szempontból folyamatosan kommunikáltok akár a vállalkozásokkal is, és mutatjátok is azokat a pozitív példákat, amiket ti már elértetek egy-egy vállalkozásnál, ami abból a szempontból is szerintem fontos, hogy látható az, hogyha tudatosan elkezdenek gondolkodni a cégek vezetői, akkor akár a kiadások tekintetében sem jelent majd akkora a pénzösszeget, mint hogyha mondjuk hirtelen kell elkezdeni majd kapkodni, amikor már itt lesz egy ilyen szankció akár. Nagyon jól látod. E, így van egyébként, ami, ami egy nagyon fontos e, ilyen zászlónk lett a projektünkben, hogy próbáltunk olyan megoldást kidolgozni, és ezeknek az elemeit, a kulcsfontosság elemeit megtalálni, amin, amin keresztül a vállalkozások és a magánszemélyek is azon döntés elé nem kerülnek, hogy a környezet tudatos, vagy a gazdaságos verziót válasszam. Mert általában akárhogy is nézzük ilyen szempontból, az emberi döntések mögött sok esetben az eszmék és a gondolatok mögött, akármilyen szinten is, de megjelenik az anyagi vonzat, hogy hogyan, miként tudom megvalósítani a céljai megvalósításához szükséges erőforrásokat, hogyan tudom előteremteni, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok esetben a szándék, a, a válás szándéka az a vállalatok részére már akár évek óta jelen van. Csak azokat az alternatívákat, amikkel eddig találkoztak, vagy esetleg nem is találkoztak alternatívával, nem tudták szem mellé állítani a saját céges érdekeltségeik mellé, és itt jelent meg az a gondolatmenet, hogy amikor egy egy szankciónak a lehetséges idézeles réme elindítja azt a gondolkodást, hogy hogyan tudnám ezt elkerülni, vagy hogyan tudnám ezt csökkenteni, akkor lényegében elkezdik azon, elkezd azon gondolkodni, hogy az energiafelhasználásom, az energiahatékonyságom, a folyamataim, az alkalmazott különböző megoldásaim, a vállalati ö, ö, kultúrám, az hogyan miként tud ez, ez, ez hozzátenni mármint az azon szélelés, az, hogy csökkentsem ezt a, ezt a környezeti tényezőmet, és szembesülnek abban egyébként megoldások, tucatjai hevernek a piacon évek óta piac nélkül, mert valahogy nem került rájuk a figyelem. Mi ezen megoldásokra szeretnénk a figyelmet felhívni, arra, hogy bár nem könnyű a feladat, hogy karbonsemlegessé váljunk, és egy 2030 és 2050-es időszakra ezt, ezt egy erőltetett menetben véghez vigyük, de a lehetőségünk adott. A karbonadók és a karbonadó témaköre ez egyrésztről forrást is teremt ezen a jellegű fejlesztésekre, hogy tovább tudjanak lépni azokat a technológiai jelenleg fél megoldásokat finomítani lehessen, amin keresztül ténylegesen zöldebbé tudnak válni megoldások, akár az energiaszektorban, akár a közlekedési szektorban, akár az energiatárolás szektorában. Erre mind forrás kell, és többnyire ezen, ezen karbon kapcsolódó állami, vagy pedig akár privát önkéntes hozzájárlások, adók, befizetések, ezek ezen piac, ezen technológia alapokat fejlesztik. És uh, uh, úgy raktuk össze a herzing uh, hogy nem kell, ahogy Gyula kezdte, nem kell választani a, a vállalatoknak a környezetudatosság vagy a gazdaságosság között. Mert pedig most azért lássuk be, egy cégnél a gazdasági mutatók azért prioritást élveznek. Sőt, azáltal, hogy mint egy puzzle, tehát mint egy étlap. Úgy kell elképzelni ezt a projektet, hogy nem kőbevésett, hanem attól függ, hogy az adott cégnek ebben az adott pillanatban mik azok a területei, amit, ami, amire leginkább szeretné helyezni a fókuszt, és az étlapról a jelenlegi étvágya alapján szemezgetheti össze, hogy most, prompt, mire van szüksége, és az mellett, hogy, és itt ez egy hosszú téma, hogy pillanatnyilag a karbonkredit és annak az árfolyama hogyan lehet, Okosan és velünk együtt ezzel a, ezzel a komplex csomaggal, akár nyerességre szertenni, és mellette valódi, hazai területen megvalósult zöld projekteket létrehozni. Nagyon érdekes, és most akkor térjünk is rá a gyakorlati részére, mert ugye gyakorlati, vagy lényegében most az edukáció került szóba valamilyen formában, tehát gondolom, hogy a vállalatok tekintetében is, vagy akár magánszemélyek tekintetében is ezeket a gondolatokat adjátok át, amikről most is beszélgettünk, hogy miért is fontosak ezeket a, lép, fontos ezeket a lépéseket megtenni. De mi is történik, hogyha mondjuk vegyünk egy vállalkozást, egy Magyarországon működő vállalkozást, megkerestiteket azzal a gondolattal, hogy ő szeretne ez, erre az útra rálépni, fontos számára a környezetvédelem, de ugyanakkor nem szeretné, hogyha sérülne valamilyen formában, tehát olyan kiadásokra kellene, kiadásokkal kellene kalkulálnia, ami akár a működését is veszélyeztetheti. Nagyon sok ilyen vállalkozás van, azt hiszem Magyarországon így van. Sőt, szerintem sokkal több, mint amire jelenleg gondolunk, mert ez mind, majdnem minden vállalkozást érint, vagy érinteni fog. Első lépésben történik egy olyan karbon audit, amin keresztül a Sopron Egyetem közreműködésével, az adott cég az, miért nem meghatározzuk a jelenlegi karbon terhelését, és ennek, ennek egyrészt az összegét, másrészt pedig az összetételét, hogy milyen területekről energetika, közlekedés, infrastruktúrális, személyzeti kérdések, hogyan tevődik össze ez az egyenlege. Az audit egyrészt meghatározza a jelenlegi állapotot, másrészt részekre bontja, hogy hol lehetne különböző módokon megtakarítást elérni, egyrészt karbonkibocsátás szempontjából, másrészt pedig kap egy mért adatot a különböző energetikai vonaláról is, ami pedig most egy kulcskérdés, hogy hogyan miként tudja úgy fejleszteni az energetikai hátterét, hogy ez még a karbon szempontjából is, karbonkibocsátás szempontjából is fontos lenne. Tehát van egy egy jelenlegi pillanatképünk. Értem szerintem ez még csak egy félkarú óriás, mert tudom, hogy mi van, ez amikor a körzetolvas megállapítja a problémát, de nem ad, nem ad, tünetet, nem ad kezelést a kérdésre. Ezt követ az, audit alapján létrehozott karbonkompenzációs terv, ami teljes mértékben a cég céljaihoz van igazítva, és ami nagyon fontos rész, ezt követően a karbonkompenzációs terv alapján elindul a megvalósítás. Ennek egy része technológiai különböző fejlesztések, amivel energiát takarítanak meg, átalakítanak bizonyos működési folyamatokat a cég Belül. Másrésztről pedig, amit ott nem tudnak lejjebb vinni kibocsátás kapcsán, annak még egy részét, vagy akár egészét kompenzálni tudjuk hazai olyan karbon ültetvények létrehozásával, ahol tömegesen tartósan lehet széndiokszidot megkötni. Ráadásul gyönyörű, zöld környezetet hozunk létre és ezen ültetvényeken keresztül egyrésztről tartósan megkötjük a széndiokszidot, ezekből későbbiek, későbbiek folyamán fogyasztási cikkkel kerülnek legyártásra, tehát nem energianövényként kerülnek felhasználásra, és az egész dolog, ami miatt a legjobban beleszerettünk, hogy ezen ültetvények hozzájárulnak vegyes erdőségek nem letermeléséhez, ugyanis vegyes erdőségekkel, erdő szervezetekkel veszik fel a kapcsolatot, és örök erdő projektek kapcsán a meglévő vágási erdőket nem kell letermelni, mert van honnan ipari fát szerezni. Tehát lényegében így érünk körbe, hogy egy vállalat ott van, a, elindulnék ezen az úton, de nincs, aki tanácsot adna vagy segítene ebben a kérdéskörben. Egyrésztről segítünk meghatározni, hogy mi a probléma, milyen méretű, ezt követően személyre szabotta létrehozzuk a tervet, majd ezt követően a kompenzáció létrejön, és ami a legfontosabb, vagy nagyon fontos, ha már egy média szolgáltatónál is itt vagyunk, hogy mindenről példaértékűen kommunikálunk. Ugyanis nagyon fontos, hogy ezt a feladatot nem egy cég fogja tudni megoldani, nem egy ember fogja tudni megoldani, hanem ezeken a példákon, pozitív példákon keresztül egyrészt flash kapnak a többiek, másrésztről észreveszik, hogy ez megoldható kérdés. És nagyon sok olyan magyar vállalat van már jelenleg is, aki példaértékű tettet hajtott már végre, úgyhogy még nem kötelező, hogy még igazából nem a karbon adó miatt csinálja, hanem mert mondjuk szívügye ez a kérdéskör. És fontos mondjuk az ő vállalati szférájában az, hogy ő előre gondolkodó, hogy ő felelős, hogy ő nem csak a szavak embere, hanem a tettek embere is, és amit mi lokálpatriótaként nagyon szeretünk, hogy olyan projektek mellé állnak sok esetben, aminek a megvalósítása itthon történik meg. Semmi, semmi baj a távol-keleti indonéziai, dél-amerikai falültetésekkel, mert ott is szükség van rá, de úgy gondoljuk, hogy itthon is. És akkor azt hiszem, hogy itt érkeztünk el a növény szeretetéhez, amivel kezdtük a beszélgetést, amire épült az egész. Hogy ugye ezek a bizonyos karbonültetvények, amik gyakorlatilag segítik azt, hogy jobb legyen Magyarországon a levegő, és hogy ne csökkenjen, hanem inkább növekedjen az biodiverzitás a meglévő ökoszisztémánk védelme. Szóval nagy, ez, egy, ez egy nagyon komplex dolog, és ebben mi is csak egy pici porszem vagyunk, de úgy gondolom, hogy nagyon hatékony, inkább nem is porszem. Mi most egy kis hólapda vagyunk, amit így elkezdtünk görgetni, és így megindítottuk lefelé, és bízunk benne, hogy hatalmas lavinával fog dúsulni, ugyanis akkor már nagyon komoly érdemi munkát lehet felmutatni. Ami nagyon fontos, nem erdőművelési ágba kerülnek be ezek a növények, tehát b pont ez a lényeg, békén hagyjuk az erdőt. Nagyon fontos volt, amit Gyula mondott, hogy minden egyes általunk létrehozott ültetvény mellé, konkrétan mellé van rendelve egy örök erdő projekt. Tehát, hogy az a kialakult ökoszisztéma, az megmentésre került. És nem csak beszélünk róla, hanem szerződéses keretek között az az erdő terület nem kerül letermelésre, Nekünk köszönhetőleg, vagyis a cégeknek köszönhetőleg. Azon cégeknek és lakosságnak, akik miatt az a karbonültetmény létrejöhetett. Ott megmarad már az örök erdőnk. Ez önmagában csodálatos. És még egy nagyon lényeges, hogy a cégekre, mosolyogtok rajtunk, de igen, és mi lesz, ha belelemdenünk? <laughs> <laughs> Akkor lavina lesz. <laughs> igen, hogy nem teszünk plusz teret a cégvezetőkre. Tehát, a, onnantól fogva, hogy megcsináltuk az auditot, előállunk egy, egy kompenzációs tervvel. A tervnél is nem csak az, hogy hát ezt kéne csinálni, konkr konkrétumokkal, hogy kivel, hogyan lehetne ezt a, a folyamatot elindítani, és az ültetvények létrehozása és kezelése, mentorálása és a mi felelősségünk. Tehát ezt mi vállaltuk magunkra. Tehát nem kell, értelemszerűen nem kell egy, egy komplet bázis területet, embereket, a logisztikát megoldani, mert ez a mi dolgunk. Tehát nem teszünk plusz terhet a cégre azáltal, hogy neki akár lesz 50 hektárnyi ültetvénye, ami ami a, a, az ő velünk együttműködéseből jött létre. De neki köszönhetőleg jött létre, csak mi végezzük az operatív munkát. Lehet azt tudni, hogy az eddigi együttműködéseteknek köszönhetően most jelenleg Magyarországon hány hektár ilyen karbonültetvény van? Öh, nem készültem pontos számokkal. Éves, inkább azt tudom mondani, éves szinten olyan 30 és 60 hektár között bővülünk. És amit egyébként... hektáronként nagyon sarkosítva 60 és 100 tonna széndiokszidot képes megkötni egy ilyen ültetvény. Ez nagyon fontos szerintem ez az információ. Igen, és el, elnézést, Én. hogy említette a Zsúr, hogy egymás szavába szoktunk várni néha, elnézést kérek, és a hallgatók is ezért. Ezzel rossz szokásomért, viszont nagyon fontos egy, 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 egy pontról nagyon fontos információt adni. Amikor elkezdtük összerakni ezt a projektet, és, és ö, ö, elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ténylegesen arról beszélünk, hogy valamit csinálunk, akkor azt hogy lehetne hatékonyan csinálni. És vegyes, erdő, vegyes erdőségek védelme. Ö, nagyon fontosak azok az erdővédelmi szervezetek, akik arra hívják fel a figyelmet, hogy ne termeljük ki a fát, meg ne szemeteljünk az erdőbe, védjük az állatvilágot. Ez nagyon fontos, és ezt mi is teljes mérséleséggel támogatjuk. Viszont azt az okot, ami által az erdőkből a fa kikerül. Ez, ezek, az, ezek az érvek, ezek az elvek, ezek sajnos sok esetben nem gyengítik. Teremtettünk egy arra lehetőséget, hogy másik alternatíva legyen a, a, fa megtermelésére, nem erdészeti körülmények között, hanem szántóföldi kultúraként. Másrésztről pedig elindult az a gondolatmenet, hogy, hogy ezt, ezt meg kell tudni mutatni az emberek felé. Meg kell tudni mutatni azt, hogy egy vegyes erdőség egy hektáros szinten mondjuk akáctölgy, ismert a hazai lombhullató erdők, ezek nagyságrendileg, nagyságrendileg 10 tonna széndiokszidot kötnek meg hektáronként. Az a, azok az ültetvények, amiket mi karboni ültetvényként definiálunk, azok 60 kötőjel 90 tonnát. Tehát a nagyságrendi különbséget lehet egy hektárnyi területről megtermelni, tehát alapjában még más, más viszonyszámokkal tudunk gondolkodni. Tehát ha gondolkodunk abban, hogy ültessünk egy hektár erdőt, ültessünk és megvárjuk még szépen felnő, 40-60-80 száz év múlva erdő lesz belőle. És ültessük és legyen, mert minél több erdő fontos. Ez viszont a ma problémáját nem oldja meg. És innen indult el az a gondolat, mert hát, hogy hol lehet megtalálni azt a megoldást, ami kellő gyors lefolyású ahhoz, hogy hatást tudjunk gyakorolni vele, nagyon kedves barátommal beszélgettünk nemrégiben egy ö, szintén a környezetatossághoz kapcsolódó témában, a vízgazdálkodás kapcsán. És ö, egy olyan projektet menedzselnek egyébként, amiről bízunk benne, hogy hamarosan majd sokat lehet majd hallani. De ők, ők azt hogy igen, nagyon fontos az energiatakarékosság, meg az energiagondolkodás, de hogy például az otthoni zuhanyzás kapcsán, hogy, hogy micsoda energiát lehet megtakarítani egy más technológián, való zuhanyzási megoldással, hőben, vízben, szennyvízben, és a többi, és a többi, és a többi, hogy hogy egyszerűen összehasonlatotlanak kapcsoljuk le a villanyt, meg húzzuk ki a különböző nem szükséges elektronikus eszközök világából. 80-100 szoros eredményt lehet produkálni ugyanannyi idő alatt. És most ami, ami, ezzel most lovagolok, az, hogy azt gondoljuk, hogy van időnk. Kiotói Egyezmény 1997, ha most egy picit számolunk fel, kb. fél időben vagyunk, és nem, nem igaz, hogy nem történt semmi, mert sok minden történt. De nem a félúton vagyunk, bár időben ott vagyunk. Hogy... Igen, ugye sokszor kezdjük azzal a mondatot, hogy lényeges, mert itt igazából minden eleme ö, ö, akár fontos lehet. Ö, nem csak fákat ültetünk. A faültetés nagyon-nagyon fontos. De önmagában nem elég. Mert nem elültetni, hanem nevelni kell. Ugyanis csak egy fejlődésben lévő, egészséges növény köt meg széndiokszidot. Mert ha elültetem is magára hagyom, akkor az hát, egyszer hogy én én marketing szempontból Igen. nagyon jó volt, mert ásóval a kezembe, kis a kezembe lefotóztak, viszont ha egy év múlva visszamegyek, és ott nincs egy fejlődő növény, akkor igazából annak csak zöld hírértéke volt, mm -hmm. semmi más. Mm -hmm. Ugye mi pedig pont azt vállaltuk magunkra, hogy az mellett, hogy egy teljesen komplex szolgáltatást nyújtunk, és nagyon sok olyan, egyébként magyar cég is van a tarsójunkban, akikkel, nem valódi kompenzációt tudunk gyakorolni és, és tanácsolni, hanem ezeket az ültetvényeket nem csak elültetjük, hanem mi neveljük is, és, és minden évben mutatjuk. Tehát videokamerák, tehát transzparens, ki lehet menni, sétálni lehet a ültetvényekbe, tehát látogatható, mutatható. Egyetlen egy gondolatra szakítanám meg ezt a beszéd folyamatot, amiben nagyon jó dolgom van nekem, mint műsorvezetőnek, hogy tényleg szinte nem is kell kérdést feltennem. De ugye említettétek a lavinát, azt, említitek azt, hogy nagyon sok helyen szeretnétek ezeket a jó példákat is bemutatni, és azt hiszem, hogy már eleve az is egy, egy, olyan folyamatot tud elindítani, és tényleg ennek a lavinának egy része lehet, hogy ha már egy vállalat vezetője eljut erre a szintre, veletek kooperálva, ugye létrehozza ezt a lehetőséget, megnézitek azt, hogy mik azok a változtatások, kisebb lépések, nagyobb lépések, amik segíthetnek a karbonsemlegesség útján, és azok a dolgozók, akik ott vannak, ezeket a gondolatokat hazaviszik, és a családjukba is elültethetik. Tehát, hogy azért ennek nagyon sok felé nyúlhat a keze a projektnek, hogyha megnézzük. Abszolút, és egyébként nem véletlen volt az, hogy a vállalati szektorból indultunk el. Amikor elkezdtük összerakni a projektnek azt a, te, a hatástervét, hogy megint csak, hogy ha csináljuk, jól, akkor csináljuk, akkor csináljuk legalább jól effektusba. Először a lakosságban gondolkodtunk mi és indulás kapcsán, és elkezdtük modellezni ennek a működését, hogy milyen, milyen gyorságban, milyen mennyiségű emberhez tudunk eljutni, rajtuk keresztül milyen eredményt tudunk produkálni, és rájöttünk arra, hogy fontos ágva ez a kérdéskört, de van egy még ö, ö, gyorsabb vagy hatékonyabb ága, amennyiben a vállalatokat szólítjuk meg a vállalatoknál elindul egy folyamat, és mellette értelemszerűen a vállalatot, mint ahogy kezdtem is a beszélgetést, emberek alkotják. Általában azokkal a cégekkel találjuk meg a közös hangot leggyorsabban, akiknek az értékrendje gondolkodás mondja hasonló. Ők pedig hasonló munkatársi gárdában rendelkeznek, és lényegében a lakossági águnk a vállalati partnereken keresztül indul el, és onnan, onnan fog majd szépen felgyűrűzni és kiteljesedni, és minél több ember eljutni, és a saját kis életükbe egy kis plusz zöldet vinni, és jó sokkal pedig el. és Egyébként, ehhez vagytok ti és csodálatos partnerek, mert a belegondolás csak az, amit mi most csinálunk, hogy itt ülünk és beszélgetünk. Tehát a Karcefem azt mondta, hogy érdekes a téma, és mi itt vagyunk, mint meghívott vendégek a stúdiótokban, ezek kereszi a karcaszem. Kvarc csak kimondom rendesen, Karc FM. Köszönjük. Még egyszer, Karc FM. Rádió, ugyanúgy, ti most ugyanúgy belekerültetek ebbe a kis lavinába, és segítitek azt, hogy ez a hógolyó nőjön, és, és a munkánkat. Úgyhogy és élen jártok. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és köszönöm szépen, hogy beszélhettünk, és remélem, hogy sokakhoz el tudtuk juttatni ezeket a gondolatokat, amiket most csak a felszínen kapargattunk, Én de nem. szerintem nagyon fontosak voltak és lényegesek, ahogy említetted, hogy sok mondatot így, kezd, így próbáltok kezdeni. Ne bánts az erdőt, ez az Egyesületnek a neve, amely ugye sok sokrétűen és komplexen segíti a magyar társadalmat is, de a vállalatokat főként és erről beszélgettünk most itt az elmúlt percekben. Karbonsemlegesség a cél, bízom benne, hogy hamarosan még jobb eredményekről tudunk akár itt a spice beszámolni. Köszönöm, hogy bent voltatok itt velem, Pallang Zsuzsanna, a az Erdőt Egyesület elnöke, valamint Kis Gyula István az Egyesület marketing vezetője. Köszönöm szépen még egyszer. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen.